A már megszokott módon bensőséges hangulattal és egy fergeteges koncerttel búcsúztatják az új évet, az egy taggal kibővült Good Company együttes és annak rajongói, a Rózsleget kollégium falai közt. A részletekről az együttes tagjait kérdeztük. Kistelek az a hely, ahonnan 5 évvel ezelőtt indultak, és egyben az az otthon, ahová koncertjeikkel rendszeresen visszatérnek. Éppen olyan rendszeres ez, mint a már megszokott karácsonyi Good Company koncert, amely idén is megrendezésre kerül. Ilyenkor kicsit átalakul a nézőtér, megtelik barátokkal, ismerősökkel, családias hangulat alakul ki. Egy picit a lelkünket felkészítik a karácsonyra. Az idei koncert részleteiről kérdezzük az immáron 5 tagból álló Good Company együttest. Good Company együttestnél járunk, idén megint karácsonyi koncertet terveztek. Mit lehet erről pontosabban tudni? Hát akkor a Good Company nevében köszöntjük a kedves nézőket és téged is, Zoli. Bizony-bizony a tavalyi kimaradt és elmaradt koncert után ez idén meg lesz. December 21-én, pénteken, este 8 órakor, és már a megszokott helyen, mi már ott leszünk, a Rózsaliget kollégium dísztermében, és nagyon remélem, hogy egy tűt sem fogunk tudni rejteni. Olyan sokan leszünk. Úgy számolom, mintha egy fővel szaporodtatok volna. Valóban. Az új tagról, Jani, mit lehet róla tudni? Hát én szintetizátornak fogok beépülni a csapatba. Hát már úgy néz ki, hogy szerintem már be is épültem. Ezt akartam mondani, hogy hogy megpróbálom szívvel, lélekkel csinálni tényleg a... Ez azt jelenti, hogy az eddigi dalokat is áthangszerelitek, és az alatt is egy kicsit dallamosabb lesz akkor a szintetizátor? Szerintem igen. Sokkal kerekebb, és szerintem ad hozzá a szintetizátor, így ez a csapathoz és a hanghangzáshoz is, tehát mindenképpen. Az, hogy Jani hogy kerül most a zenekarunkba, illetve közénk, az igazából régről ismerik egymást már a Janival, és többször is zenéltünk már együtt más formációban, és igazából én úgy vettem észre, hogy hasonló a zenei világunk, hasonló a zenei ízlésünk is, ő is mindenevő, szinte a Jani, és beszéltük a többiekkel, hogy esetleg kipróbálhatnánk egy másik hangszert ebbe a zenekarba, hogy kicsit kísérletezhetnénk a saját zenénkkel, illetve a repertoárunkkal, és így jött a képbe Jani. És nagyon örülünk, hogy elvállalta a fölkérésünket. Volt próbajátékon, és megfelelődöttünk közöttünk. Úgyhogy mi bízunk benne, hogy Jani is ilyen jól érzi magát ebben a zenekarban, hogy mint amit fogadtuk őt. 2016-ban jelent meg Létus címmel az első albumotok, várható a folytatás, vagy lesz-e valami változás esetleg? Az első albumunk, ami megjelent, magánkiadásba jelentettük meg, és úgy gondoljuk, hogy ennek a folytatása mindenféleképpen megérett a zenekar részéről, hiszen a koncertjeinken már óraidőben majd még egyszer annyi produkció, mint ami a lemezen található, és az az elképzelés, hogy ezeket a dalokat is rögzíteni fogjuk, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy aki szereti és meg szeretné hallgatni, ne csak a koncerten, hanem akár lemez formájában, vagy valamilyen más hangzóanyag formájában meghallgathassa. Igazából ilyen régi, új módon képzeltük el ezt az új albumot. Ugye régen nem az volt a szokás, mint mostanában, hogy kihozott egy zenekar egy új albumot, és akkor azzal együtt hallotta a közönség az új számokat, hanem már voltak bejáratott számok, amiket felvettek. Azok kerültek rá a lemezre, amit tényleg a közönség szeretett, és ezt mi is így tervezzük. Tehát, mint ahogy Győző is mondta, már van egy új lemezre való repertoár. Viszont, ami az új a dologban, hogy amit szintén említettél, hogy nem feltétlenül fizikai formátumban, hanem elektronikus módon szeretném megjelentetni. Ami viszont egy új tendencia, de lehet, hogy mostanában már életképesebb. Új dalaszban sok. Ezek szerint videóklipek is, mintha hallottam. Hát igen, nagyon régóta készülünk rá, hogy
megjelenjen egy zenés videónk, és hát most már elmondhatjuk, hogy elkészült, és a premierjére sem kell nagyon sokáig várni. Aki több információra kíváncsi ezzel kapcsolatban, nyugodtan kövesse a Facebook oldalunkat, minden időben fel lesz tüntetve. Karácsonyi koncert az biztos, addig vagy azután tudtak-e valamelyikről még? Elég sűrű lesz a következő pár hetünk, heti rendszerességgel fogunk koncertezni. Holnapi nap folyamán Makón az Erdély János sportcsarnokban lesz egy koncertünk, az Ismerős Arcok vendégeként. Jövő héten, tehát december 1-én szombaton szintén Kiskunmajsán játszunk az Ismerős Arcokkal. Utána pedig még két önálló koncertünk lesz, mind a kettő Szegeden. December 5-én a Dóm téren, a Mesés Kastélyban játszunk este 6 órától. 12-én pedig a Dómiban lépünk színpadra este fél 9-től. Meri azt mondja, hogy nem is biztos. Szerintem kezdjük az egészet. Kisteleken az Alapfokú Művészeti Iskolában 18. alkalommal került megrendezésre az Erdélyi Tárla című képzőművészeti kiállítás. Továbbiakban a kiállítás megnyitóját, valamint az itt kiállító Varsányi Ildikóval készült riportunkat láthatják. A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskolában Erdély címmel tárlatot rendezett a Kisteleki Képzőművészkör. Az iskola vezetője, Szombathelyi Árpád nyitotta meg a rendezvényt. Jó estét kívánok! Szervusztok! Megengedhetem magamnak, hogy tegező viszonyt is fitogtassak az itt lévők 80%-ával, hiszen úgy ismerjük egymást szinte mindennapos találkozásainkból, mint mondjuk a saját tegezőket. És ez egy nagy dolog, egy ilyen kisvárosban, hál' Istennek, a legszélső utcák lakói is ugyanúgy ismerik az embereket, akik mondjuk a belvárosban laknak, mint ahogy a belvárosiak a Szélrózsa minden irányában lakók a Kisteleken. A mai alkalom megint csak a évek hosszú során át megszokott erdélyi tárlat. Egy kicsit szokatlan időpontban, mert mi októberben
a legcsodásabb őszi hónapban szoktuk az erdélyi tárlatot rendezni, ami a szentegyházai alkotótelepünk munkáiból kerül kiállításra. Most az építkezés miatt volt egy kis csúszás. Nagyon élveztük mi az építkezést júniustól kezdve, de nem akartam ezt az élményt megosztani senkivel. Ez az én egóm által diktált viselkedés, tudom, hogy mindenki szemreányást tesz, hogy nem botladozhatott itt Martelosvödörbe, köművesbe, emelőbe, de akkor lássak köművest az elkövetkezendő 10 évben, mikor kényszerhelyzetben leszek. Egyébként nem nagyon ugrálok értük, azelőtt szerettem őket nagyon. Tehát így történt a dolog, kivéve természetesen magukat a könyveseket. Tehát aki épít, az nálam mindig nagyon jó helyen dolgozik. Hát így történt ez ezzel az iskolával is, hogy új kabátot kapott, új kalapot, új cipőt. A belső struktúrája, a belső szerkezete ugyanaz maradt, mint ami volt. És ez tényleg nagyon jó. Van egy barátom, Homolút Karácsony falván, úgy hívják, hogy Béla Gámos Berci, aki a tavalyi kiállításra emlékszik, kitettem a fafaragványait, ő azt mondta rá, hogy a faragászatokat. És Béla Gámos Berci, ha átmegyünk, akkor mindig kéreti magát, már majdnem az a gyanúm, hogy szándékosan, hogy verset mondhasson nekünk, mi kérjük rá, hogy mondjon ő meg, kicsit erőteti, hogy mi próbáljuk rávenni erre. És most meghonosítom a Béla Gábos Berci barátom versmondás szokását itt is. Rávettem nagy nehezen a Kálmán Palit, aki a Glob Vándorok oszlopos tagja és régió barátom. Gyakorlatilag az ideérkezésem, mert egyébként talán 37-38 éve már, és Kacsó Sándor őszi vetés című versét fogja elmondani, amit első versmondásban Béla Gábos Bercitől hallottunk elvében. Akkor meg is kérnélek, Pali. Kacsó Sándor, őszivetés. Az apám barna bajusza alatt ritka volt a szó, és ritka a mosoly. A friss szántáson előre haladt, szállt utána csend, mint sűrű közgomoly. Óriás volt ő, szertelen és merész. Árnyában ott a bozontos hegyeknek, s mögötte titkok vára a havas, mint én voltam egy akkora gyermeknek. Ebéddel küldött hozzá ki anyám, de csak nem nyúlt még, én nem tudom miért, mint máskor szokta a fazék után, hanem a mesdjén lépést lépésre mélyett. Megállok Ládé, villantott felén. Ez itt a határ. Vésd az eszedbe jól. Vitás föld sajna, s éppen ezért kemény. Ember legyen az, ki itten birtokol. Ezt tudnod kell, de ennyi sem elég. Aki csak bírja, de nem munkálja meg, nem áld annak itt maradást az ég, elhordja földjét a dúló fergeteg. Most hát vetünk itt, vigyelj jól ide. Híme van ennek, mit be kell tartanod. Ha elhibáztad, nincs oly szent ige, mivel a hibádat helyrehozhatod. Vállán átkötve a zsákban búza volt, belemarkolt, s rám nézett. Elép, mondta, s mutatta, mielőtt kiszórnád, vidd a szívedhez, mentől közelét. Lendült a karja, úgy mondta tovább, markod a szemed, úgy ereszt a szét, mintha, mikéntha, kereste a szót, mintha a szíved vérét hintenéd. Nézd, szót fogadtam, édes jóapám, amit csak diktált szívem és eszem, s amit szétszórok forró lendülettel,
mind a szív vérében ázott búzaszem. A kiállításon résztvevő alkotások készítőit összeköti, hogy minden évben a Hargita megyei Szentegyháza városában rendezik meg alkotói táborukat, melyet ebben az évben 18. alkalommal tartottak meg. Stábunk a kiállításon résztvevő művészeket kérdezett. A 18. Szentegyházi erdélyi alkotótáborba a fogalmazhatunk így, Szombathelyi Árpáddal beszéltem az előbb, a hatóság is a táborozókkal ment, és erről kérdeznélek téged először is arról, hogy ismerted meg a Kistelekkel Lapfokú Művészeti Iskolát, annak vezetőjét, Szombathelyi Árpádot, illetve mi inspirálta arra, hogy velük tarts Erdélybe? Hát pár évvel ezelőtt a munkám során sikerült eljutnom ide a művészeti iskolába, és ahogy beléptem az épületbe, egyből csodálatos élmény volt az ő képeit látni, és emlékszem az épületnek a belső udvarán is az itt alkotó diákoknak a képzőművészeti alkotásai voltak érzve, és magával ragadott minden. Volt egy pici fénymásoló helyiség, és abban Árpádnak a képei voltak, és arról ő mesélt. Tehát, úgyhogy így a munkám fényét emelte, hogy itt lehettem, és azóta tartottuk a kapcsolatot, mert említette, hogy Szentegyházán egy alkotótábort vezet, és hogy észt lehet venni rajta. És szóltam a barátnőimnek, hogy nem akarnak-e csatlakozni. Meséltem erről az iskoláról, hogy milyen fantasztikus élmény volt itt lenni. És megkerestem Árpádot, és egy pozitív választ adott, úgy mondta, hogy jöhetünk bátran. És eljöttünk ide az alkotótáborba, megismerkedtünk a többiekkel. Fantasztikusan jó közösség van, nagyon aranyos emberekkel. Egyből befogadtak minket ismeretlenül, úgyhogy vártuk izgalmasan, hogy részt vessünk ezen a táboron. Azt mondtad, hogy az emberekkel, azokkal az emberekkel, akik a táboron részt vettek, alkotók, de akár csak azok, akik kirándulni mentek, szóval, hogy velük jó volt a kapcsolat, befogadtak titeket. Hogy tetszett maga az a környék, amit a tábor bejárt? Mi volt számodra például a legszebb ebben az erdélyi túrában? Igazából kiemelni nem is tudok konkrétan, mert nagyon szeretem Erdélyt. Már többször voltam Erdélyben is. Tehát az egész egy magával ragadó. És az, hogy megörökítettük, tehát hogy megállhattunk egy-egy természeti csodánál, vagy az unitárius templomban, ott lehettünk egész napon át, és tényleg, tehát belemerülhettünk annak a szépségébe, nagyon jó volt. Tehát minden apró részletet megfigyelhettünk így ezáltal. Csak kikapcsolódni voltál, voltatok ott, vagy pedig ti is alkottok egyébként? Ha nem, akkor próbáltok esetleg rávenni a táborozók, azok, akik tényleg alkotni, festeni, rajzolni mentek ki? Hát Árpád már korábban rábeszélt minket, hogy kapcsolódjunk be, mert ez még több élményt ad. És akkor tehát segített megvásárolni a festékkészletet, és akkor már úgy mentünk, hogy mi is részt fogunk venni a festészetben. Tehát akkor a festékkel próbálkoztunk. Tehát egy-két képünk ki van téve, ami megörökíti ezt. Ugye ez volt a 18. alkalom, ahogy kiderült most a beszélgetésünkből, számodra, számotokra az első alkalom, lesz-e második, harmadik, negyedik, ötödik? Én nagyon bízom benne, mert életem egyik legjobb nyaralása, vagy tehát egy aktív pihenése volt, vagy nem, ez nagyon pozitív az volt nyilatkozni, nagyon sokat kaptam itt ebben a táborban. November 23-án Kisteleken rendezték meg a Körúti Színház társulatának előadásában a Meseautó című darabot. A következőkben a főszereplőkkel készült beszélgetésünket tekinthetik meg. Köszöntelek titeket! Először is azt szeretném megkérdezni, hogy milyen itt Kisteleken közönség előtt játszani, és mennyivel másabb egy ilyen kisebb közönségnek előadni, mint egy nagy tömegnek?
Most alapvetően nem ismeretlen előttünk a kisteleki közönség, többször megfordultunk már itt, és nagyon-nagyon kellemes és kedves közönség, nagyon-nagyon velünk vannak végig, nagyon-nagyon együtt rezegnek a darabban, nagyon jól reagálnak, nagyon szeretjük is őket, ugye a nyári fesztivál óta talán még közelebb érezzük őket magunkhoz, és biztos vagyok benne, hogy ők is sokkal közelebb érezzük magukat hozzánk. Azt tudom elmondani, hogy alapvetően a mi színházunk profilja az az, hogy elvigyünk odai színházat, ahol más nem visz. Szóval, hogy válaszoljuk a kérdésedre, nekünk mindig egy kis közösségi házban, egy kisebb nézőszám előtt van a fellépésünk, de olyan helyen, ahol nagyon nagy szeretet fogadja a színházat, mert mi visszük oda. És egyáltalán nem mondanám, hogy kis közönség volt, mert full telt ház volt, tehát hogy tele voltunk, soha nem voltak még ennyien. Abszolút, persze, most nem is a számokról, igen, de ez azért ez egy tisztességes nézőszám azért, ami itt kisteleken van. Ugye a meseautóval érkeztedek ide, te az egyik, te vezérigazgatóként, te pedig egy, úgymond, ha ellentétet és párhuzamot szeretnék bemondani, akkor te egy gazdagként, te pedig egy szegényként szerepeltél ebbe. Mennyire nehéz volt ezt nektek eljátszani? Mennyire tudtátok elsajátítani a szerepeiteket? Hát nézd, alapvetően ez egy próbálom úgy mondani klasszikusan, az egy klasszikus darab, tehát azért a meseautót nagyon sokszor feldolgozták, már van belőle két remek film, rengetegen megcsinálták színpadon, de a miénk a legjobb. Mi is ezt 2011 óta játszunk, ha nem tévedek, 2011 óta, tehát akkor ilyen 7 éve. Mi, tehát nem ezzel a szereposztással indult, mi egy éve kaptuk meg a Szűcs János vezérigazgatót és a Kovács Verát. Én vagyok a Szűcs János, ő a Kovács Verát. És mi akkor már egy pár voltunk. Nem tudom, hogy könnyű-e, hogy egy párként játszunk egy párt, de hogy a kérdésedre válaszoljak, alapvetően arról, hogy ez a darab arról szól, hogy egy tehát nem, ez a játékban nem merül föl, hogy tehát az első jelenetben el van gyakorlatilag engedve a játékunkban az, hogy én gazdag vagyok, ő pedig szegény. Próbáljuk végig azt sugallni, hogy ez szerelem volt első jelenlátása. Nyilván a dramaturgia mondani való az, hogy a Szűcs János szeretne egy olyan lányt magának, aki nem a pénzért szereti, és meg is találja a Kovács Vera személyében. Igen, most mondta egy hölgy, kint, hogy hát ő látta rajtunk, hogy hát ők biztos az életben is egy pár, mert hogy, és mondta a férjének, hogy te miért nem nézel rá, amit soha? De igen, de... Nyilván könnyebb, így alakítani, de én nem gondolom, hogy ez egy szereplő változtatással, ez egyébként más nem, lenne abszolút, oda-vissza, tehát azért gyakorlatilag ez a szakmánk, de természetesen igen, tehát hogy az igazi érzelmeket sokkal, sokkal jobb megélni nekünk ott fönt, mint a mi merteket, persze, tehát ez nem kérdés. A Kisteleki Termálfürdőben megrendezésre került úszóverseny eredményhirdetését láthatják a következőkben. Megkezdenék a eredményhirdetést. Nagy izgalommal mindenki leúszta a saját versenyszámát. Lehet, hogy látok már csak jobban indultam, illetve a saját oktatótok. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon büszke lehet magára, hiszen eljött a versenyre, nagy bátorsággal beleugrott a medencébe, végighúzta, hiszen itt mindenki nagyon kezdőúszó még, heti egy, maximum kettő úszásoktatáson vesz részt. Az érmeket Vándorni Erzsike tanárnő adja át, és Kis Ferenc tanárbácsi. Először a helyezésektől függetlenül az összes kis óvodást
szeretnénk ide kihívni, és a jövőre nézve még jobban motiválni őket, egy kis plusz ajándékkal motiválni őket. Jöjjenek fel Muntján Adél, Pelányi Barbara, Földesi Anna, Bárkányi Csanár, Toma Gergely, Nagy Attila és Nagy Mihály. Partit kérünk szépen ide, álljanak föl egymás mellé. Nagy Attila, Nagy Mihály Marci, Toma Gergely, Bárkányi Csanád. Összes óvodást kérjük, jöjjön föl, tehát aki 12 és 13-ban született. Jó, tehát helyezéstől függetlenül mindannyian kaptok egy aranyérmet a nyakatokba, azért, mert ilyen bátrak voltatok, eljöttetek és leúztátok a távotokat. Gratulálunk nektek! Adél. Első helyezett Pelányi Barbara. Akik felkerülnek a dobogóra, kapnak egy csokoládét. Akinek nem sikerült dobogóra kerülnie, azok még jöjjenek ide a csokiukért, jó? Aki már kapott, az viszont nyilván nem fog még egyszer kapni. Gratulálunk a kislányoknak! A fiúknál pedig harmadik helyezett lett Nagy Attila. Második helyezett Bárkányi Csanád, 32 másodperccel. És első Toma Gergely, 29 másodperccel. Negyedik a Martika, te lettél. Gratulálunk a kisfiúknak! Első korcsoport lányoknál, tehát a 10 és 11-ben született lányok gyorsúszás, lábtempó úszódeszkával. Harmadik helyezett lett 26 másodperccel Rácz Vera.
Rák Vera, harmadik helyezett, 26-80, tehát 8 tizeddel. Második helyezett, 26-7 tizeddel, Matkó Maja. És első lett Tóth Lara. 23 másodperccel. Gratulálunk a lányoknak! Első korcsoport fiú gyorsúszás lábtempója. Harmadik helyezett 28 másodperccel Majoros Domonkos. Második, Csanádi Atár, 26 másodperccel. Első lett Székesi Zsombor, 24 másodperccel. Gratulálok! Második korcsoportos lányok gyorsúszása, tehát a 9 és 8-ban született lányok, harmadik helyezett Túri Alexandra, 23 másodperccel. 23,9. Második Tóth Lara, 23,1 tized másodperccel. Első lett Bálint Janka, 20,6 másodperccel. Gratulálok! Második korcsoport fiúk gyorsúszás. Harmadik helyezett Berta Ádám, 23 másodperccel. Második Belányi Ádám, 17,7 másodperccel. Első Bárdos Boton, 17,2 másodperccel. Gratulálunk! És újra a legkisebbek jönnek a mellúszásban. Az óvi korosztályban Belányi Barbara egyedül úszott, így első helyezett lett, kérjük a dobogó tetejére. Vedd ki a zsebedből a kedvet! Igazán büszke lehetsz magadra, hiszen nem találtál kihívóra. A fiúk következnek. Első helyezett lett 40 másodpercen Nagy Attila. Második
Toma Gergely 44 másodpercet. Toma Gergely. Gratulálunk. Csak itt kaptam. Nincs kaptam. Aki kapott már csokoládét, ezt kérem, ne kérjen még egyszer, mert nem lesz akkor mindenkinek. Szóljatok, ha kaptatok. Első korcsoport lányok mellúszás a legnépesebb futam volt. 15 főből lehetett a dobogóra kerülni, amelyből a harmadik helyezett lett Rákóczi Ramona 30,2 másodpercet. Második, Tóth Lara, 30 másodperccel. Első, Bálint Zsófia, 29 másodperccel. Zsófit nem kaptál még? Zsófit nem kaptál. Gratulálok. Első korcsoportos fiúk mellúszás, harmadik helyezett Fazekas Konrád, 29,8 másodperccel. Második helyezett 29,5 másodperccel Olasz Csonár. Nagyon szoros volt itt a verseny. És az első helyezett 29,3-del Mezei Kristó. Gratulálunk! Szívem szerintem adnám az egész dobot. Második korcsoportos lányok mellúszás, harmadik helyezett 29,3-mal Szani Anna. Második 29,2-vel Balogh Lívia. Első lett Bálint Janka 23,13-mal. Balogh Lívia második helyezett. Gratulálunk a lányoknak. Szeretném kérni itt a piciket, a medence szélén, hogy picit hátrébb álljatok, mert ebből ruhástól lesz úszás lassan. Első korcsoport fiú mellúszás, harmadik helyezett Fazekas Konrád 29,8-al. Elnézést, rosszul mondtam, bocsánat, gyere vissza. Tehát első korcsoport lány hátúszás következik.
harmadik helyezett holtverseny lett, ketten egyformát húztak, mégpedig Matkó Maja és Béres Kata. Második helyezett Bálint Zsófia. Első lett Tóth Lara. Gratulálunk! Első korcsoport fiú hátúszás, harmadik helyezett olasz Csanár, 27-3-ban. Második Kulai Máté, 26,7-tel. Első lett Székesi Zsombor, 26,5-tel. Kulai Máté második helyezett. Gratulálunk! Második korcsoportos lány hátúszás. Harmadik helyezett Szabó Eszter, 28,4-jel. Második Bálint Janka, 26,5-tel. És első lett Bárkányi Szandra, 24,8-tel. Gratulálunk a lányoknak! És elérkeztünk az utolsó versenyszámhoz. A második korcsoportos fiú hátúszás. Harmadik helyezett Berta Ádám, 28,9-el. Második Belányi Ádám, 24,3-mal. Első Bárdos Botond, 23,5-tel. És a kettes korcsoport fiú mellúszásban ugyanez lett az eredmény, légy szíves, álljatok vissza a dobogóra. És mellúszásból is pontosan ugyanígy sikerültek az eredmények. Még egy éremmel gazdagodtunk. Figyelj, estig itt maradhatok, jó? Na. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételét, és ne keseredjetek el, akinek nem sikerült dobogóra állnia, hiszen aki 10-ben született, vagy például utána 11-ben, nyilván fizikálisan nehezebb, hogy neki dobogóra kerülnie, jövőre ő lesz az erősebb, nagyobb eséllyel indulhat. De ezt írja elő a szabály, hogy a korcsoportok azok így állnak elő. Legyen mindenki nagyon büszke magára, aki itt volt a verseny. És akkor elkezdenénk az eredményhirdetést. Erzsike nénit és Feri bácsit szeretnénk kérni ide a dobogóhoz. Illetve a versenyzőket.
nyugdíjas testnevelő tanárnő és Kis Ferenc nyugdíjas testnevelő tanárbácsi adja át. Mindenkinek szeretnék gratulálni a eredménytől függetlenül, hogy részt vett a versenyen, büszkék lehettek magatokra. Harmadik korcsoportos lányoknál elég népes volt a mezőny. A harmadik helyre ketten holtversenyben érkeztek, időeredmény alapján. Jóják Lotti 20,6-del és Sisár Dorka 10-del. Második Magyar Blanka. És 17,9 első Varga Vanda. Mindenkinek jár egy csokoládé a végén, érem vagy helyezéstől függetlenül. Gratulálok! Harmadik korcsoportos fiúknál gyors úszás, harmadik lett 20,6-tal Szekeres 3. Második 20,1 másodperccel Sejben Kristóf. És első 15,3-val Nagy Csanád. Gratulálunk! Negyedik korcsoportos lányok, a második helyen holtverseny alakult ki, Pap Dorina és Harmad Dorina második. Első helyezett Kocsis Kata. Gratulálunk! Negyedik korcsoport fiú gyorsúszás, harmadik helyezett Rák Endre 17-8-al. Második Sipos Tamás 16-4-jel. És első Nagy Márk 15-8-al. Harmadik korcsoportos lányok következnek mellúszásban. Tulajdonképpen ebben a korcsoportban volt a legnehezebb a dobogóra kerülés, legnépesebb a mezőny. Ebből harmadik helyezett lett 23,3-val Jóját Lotti. Második 23,2-vel Sisák Dorka. Első lett 22,5-tel Piknicki Dóra. Gratulálok!
harmadik korcsoportos fiúknál a mellúszásban harmadik helyezett lett. 26,7 Molnár Soma. Második, 25,5 Sejbek Kristóf. Első, 22,3 Nagy Csanád. Gratulálunk! Negyedik korcsoportos lányok, mellúszás. Harmadik helyezett, harmad Dorina, 28,9. Második helyezett Kocsis Kata. Első helyezett Pap Dorina. Gratulálunk! Negyedik korcsoportos fiú mellőzzel, harmadik helyezett, 28 másodperccel Nagy Már. Második Sipos Tamás. És úgy tűnik Endrére jó hatással voltak a versenyzőtársai, aki egyedül úszott volna, mert első lett 21,9-el. A futamában úszott volna egyedül nyilván. Gratulálunk! Harmadik korcsoportos lányok, utolsó versenyszáma hátúszás volt. Harmadik lett 24 másodperccel Sisák Dorka. Második, Pignicki Dóra, 23,6-tal. És 23,1 másodperccel első lett Varga Vanda. Gratulálunk! Harmadik korcsoportos fiúk hátúszása. Harmadik helyezett 24,7-tel Sejben Kristóf. Második lett Molnár Soma. 19,6-tal első lett Nagy Csanád. Gratulálunk! A negyedik korcsoportos lányok hátúszása következik. Utolsó előtti versenyszámukból 31,3-tel harmadik helyezetben Pap Dorina. Második lett harmad Dorina. 24,1-tel pedig első lett Kocsis Kata. Gratulálunk! Utolsó versenyszám a negyedik korcsoportos fiú hátúszás. 19,9-tel harmadik lett Sipos Tamás.
második, Rácz Endre. Húha, bocsánat, rosszul. Ja nem, jó. És első lett Nagy Márk. A futamszámok bekavartak. Nagyon szoros volt ez a verseny, mind a hárman 19 másodpercet úsztatok, csak a tizedek döntöttek. Meg a fal. Gratulálok!